Évekig gyűjtötte a fotókat az elnök. Ha végignézünk a kiállításon, szüleink, nagyanyáink, nagyapáink, jó szomszédjaink, jó barátaink, jó muzsikusok, prémások, ahogy elhangzottak, sajnos már itt találkozhatunk velük. Valójában országos egyedi kiállítás, amit én megálmodtam. 6 évvel ezelőtt álmodtam meg úgy, hogy megpróbálom ezt a Minden Szentek Halottak Napján gyertyát gyújtani, abban a gondolattal, hogy kirakom a saját irodámba a szüleim fotóját, és meggyújtok egy gyertyát. Ott én elgondolkodtam, mint egy vezető, hogy én miért csak édesanyámért, miért édesapámért, hiszen én egy vezető vagyok, én hozzám mindenki tartom a karomát. Kitaláltam azt a gondolatot, hogy megszerzem annyi fotót, hogy tiszteletet tudjak adni. Igaz, 30 fotóval kezdtem. Az a 30 fotó is egy boldogság volt, hogy össze tudtam szedni. Nem kirakni volt boldogság, a szomorú volt, hogy ki kellett tennünk. De 30-an támogattak. Már a második, harmadik, negyedik, ötödik, itt vagyunk a 6. kiállításon, ahol meghaladtuk a több ezer fotót. És ha jobbra nézünk, balra nézünk, még mindig érkeztek fotók. És tudom, hogy most is van itt olyan személy, aki szorítsa a táskáját, és alig várja, hogy átadja, hogy jövőre rak már ki ezt is. Igen, várom. Nagyon várom az ókori képeket. Igen, előkerültek az 1940-es évektől, az egész háborúban. Ma kaptam 4 darab fotó, ami az asztalon található, a háborúban is elveszett személyekről. Igen, elmentek a háborúba és nem jöttek vissza. Értünk, harcoltak. Akkor hogy néltem elének meg egy megemlékezést? Én, mint megyei vezető is, indítványoztam több cigány önkormányzatnál, hogy vágjanak bele, segítünk. Adok ötletet. Nem akaróznak, nem megy, nem tudnak hozzá kezdeni. Én nekem sem mondta senki. Egy bátorság, egy löket kell. Ha megvan a bátorság, megvan a löket, jön minden magától. Csak akarni kell. És van egy olyan hölgy köztünk, aki azt ígérte, hogy nem tudok felmenni a kiállításodra, ha nem tudsz buszt indítani, mert fáj a lábam. Te ránézek és büszke vagyok. És köszönöm, hogy feljött. Gyalog feljött. Hogy megtalálja az édesanyját, édesapját, és akár a nagyszüleit. Sári Kovács Szilvia alpolgármester is elismeréssel szólt a fotókiállításról, az elnök kezdeményezéséről, majd beszédében megemlékezett a roma elhunytakról. Beszédét Dzsida Jenő Temetőben című versével kezdte. Köröttem csend és temető. Csak néha suttog valami, csak néha lehet hallani. Ez ő, ez ő, ez ő. Azután minden újra csendes, és álmodik a temető. Én hajtott fővel ballagok, és néma árnyak szembe jönnek, és a sírkeresztek rám köszönnek, s mind az igazi nagyok, én, a halottak ismerőse, révedő szemmel ballagok. Utánam húhog a jövő, a múlt, jelen, a sok kereszt és az árnyakkara, zúgni kezd. Ez ő, ez ő, ez ő. Azután minden újra csendes, és álmodik a temető. Igen, nagyon sokszor a temető, nem csak a temető álmodik, hanem mi is. Nagyon sokszor álmunkban megelevenednek szeretteink, és olyan valóságosak, szinte meg is érintjük őket, hiszen beszélnek hozzánk, nevetnek ránk, szólnak hozzánk, minthogyha köztünk lennének. És álmunkban kapaszkodunk beléjük, és talán még szeretnénk őket le is fényképezni, hogy biztosan tudjuk azt,
hogyha felébredünk, hogy ők itt voltak, és valóban itt vannak közöttünk. És amikor felébredünk, akkor sajnos ott van a szomorú valóság, hogy ez bizony nincs így. Fogalmazott Sári Kovács Szilvia, majd Szent Bernátot idézve a kereszténység Isten hit fontosságáról szólt. Mindenben a nehéz próbatételben nagyon nagy segítségünkre van a kereszténység, az Isten hitünk, hiszen ha hiszünk, akkor erősebbek vagyunk. És a nehézségeket könnyebben le tudjuk küzdeni, hiszen aki imádkozik, az kitárja a szívét, lelkét, és ezáltal könnyebbé is válik. És az igaz szívből, lélekből mondott imát, a Jóisten biztos vagyok benne, hogy meghallgatja, és azt a Jóisten meg is segíti. Én végezetül Szent Bernáttól hoztam egy idézetet, fogadják szeretettel. Így szól. Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltek, egy szeretet fűz össze. Így legyen. Az emlékbeszéd után a karcagi cigányzenészek névsorát Molnárné Balog Éva, a karcagi Arany János általános iskola pedagógusa ismertette, majd a kisebbségi vezetők megkoszorúzták a roma zenészeknek állított emléktáblát. Fehér Sándor, az Új Élet gyülekezet pásztora, imát mondott az elhunytakért. Mécses gyújtott emlékükre Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. A megnyitó után Fehér Endre prímás vezetésével a jászsági cigányzenekar muzsikált élőben, majd a déli és a borjú dűlő temetőben tartottak zenés megemlékezést.